Mi Hazánk Mozgalom Szegedi Alapszervezete részéről azért kerül sor most erre a sajtótájékoztatóra, mert itt odesszai lakosok részéről több jelzés érkezett, hogy elfogadhatatlannak tartják az önkormányzat azon rendelkezését, miszerint az eddig fizetős parkoló zónák kibővítésre kerülnek, és olyan új parkoló zónák kerülnek kialakítására, ahol eddig nem kellett fizetni, és itt ebben a városrészben is meg fog szűnni az ingyenes parkolás. Azért tartjuk ezt egy elfogadhatatlan döntésnek, mert tulajdonképpen ez egy lakó-pihenővezet, ahova az emberek nyilvánvalóan nem dolgozni járnak, és nagyon sokan az itt környező panelházak mellett lévő utcákban kell, hogy az autóikat parkoltassák, hiszen nincs lehetőségük arra, hogy adott esetben garázst vegyenek, vagy béreljenek. Azok a lakók sincsenek jobb helyzetben, akik adott esetben egy város által meghatározott kedvezményes áru éves parkoló béletet tudnak vásárolni, hiszen az eddig ingyenes parkolás helyett nekik is több ezer forintba fog kerülni a parkolás, nem beszélve arról, hogyha egy háztartásban második autó van, ott már a kedvezményes áru parkoló bérlet esetén is egy éves bérletnek a díja több tízezer forintra fog rúgni. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek a kedvezmények csak és kizárólag akkor vehetők igénybe, ha az adott feltételek fennállnak. Például, hogyha az itt lakó nincs ide állandóra bejelentkezve, vagy nem a nevén van az autó, úgymond, akkor ő neki a teljes áru parkolásért kell majd fizetni. A kedvezményes parkolás lehetősége sem lesz biztosítva számára. Azt is lehet tudni, hogy a tapasztalatok szerint Újszeged távolabbi részéről, illetőleg a Szegedet környező településekről is többen bejárnak ide Szegedre dolgozni autóval, méghozzá úgy, hogy például most még ebben a városrészben leparkolják az autójukat, és később tömegközlekedéssel vagy gyalog közelítik meg a Szegeden lévő munkahelyüket. Hát ez a lehetőség is meg fog szűnni az ingyenes parkolás vonatkozásában, és ezért is fizetni kell. De úgy gondoljuk, hogy azok sem járnak jobban, akiknek még autójuk sincs ebben a városrészben, hiszen ha például egy itt lakó megrendel egy szolgáltatást, mondjuk egy javítást, akkor az a szerelő, aki idejön, bele fogja építeni a vállalkozási díjába azt az összeget, amit neki a parkolásért kell fizetni. Teljes mértékben egy elhibázott döntésnek gondoljuk a Mi Hazánk Mozgalom részéről ezt az önkormányzati döntést, illetőleg azt feltételezhetően, hogy az önkormányzatnak a bevétel kiesését tulajdonképpen a lakókkal akarja kifizettetni. Egyfajta sarcnak gondoljuk ezt, ami még további nehézségeket fog okozni a lakók megélhetését illetően. Meg kell azt is említeni, hogy a jelenlegi önkormányzati képviselője ennek a városrésznek semmit nem tett annak érdekében, hogy megmaradhasson az ingyenes parkolás ebben a városrészben. Azonban a Mi Hazánk Mozgalom Szegedi Alapszervezete részéről mi aláírásgyűjtésbe kezdünk az ingyenes parkolás megtartása érdekében.